Az Egri József Általános Iskola tanulói kis műsorral köszöntötték a jubileumi évben ünneplő közönséget, azt követően Tóth Éva igazgató elevenítette fel az intézmény történetét egészen 1978-tól, amikor az első igazgató megkapta a felkérést egy új iskola építésének felügyeletére, és az egy év múlva nyíló oktatási intézmény személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésére. 1979. szeptemberében kezdődő tanévre el kellett készíteni a tantárgyi felosztásokat, pedagógusokat kellett toborozni, hangzott el az ünnepi percekben. Ennél is sokkal nehezebb volt a tárgyi feltételeknek a biztosítása, a tantermek bútorzatának beszerzése, azok tárolása, azaz elhelyezése raktárakban, mert hogy az iskola még épülőben volt, még nem volt teljesen készen. És talán még ennél is sokkal több munkát igényelt a taneszközök beszerzése. A Balaton festőjéről, Egri Józsefről elnevezett oktatási intézményben az évek alatt több oktatási módszert, nyelv és művészeti oktatást is bevezettek. Felújítások is bizonyítják folyamatos fejlődését, de hogy milyen volt egykor az élet az intézményben, azt egy emlékkiállítással mutatják meg mindazoknak, akik a 40 év alatt dolgoztak vagy tanultak az iskola falai között. A kiállítást egy tanteremben rendezték be, ajtaját a látogatók előtt Varga Anikó, a Nagykanizsai Tankerületi Központ Keszthelyi irodájának vezetője nyitotta meg. A tanárinkat felújítottuk az elmúlt nyáron, és amikor a szekrényeket kipakoltuk, hát akkor kerültek elő ezek a csodák, és nagyon hálásak vagyunk az elődeinknek, hiszen olyan szépen összecsomagolva tették el, amire nem is tudom, tehát nagyon nagy örömöt és meglepetést okoztak nekünk ezzel, és azt gondoltuk, hogy mindenképpen közkincset kívánjuk tenni. Az emlékkiállításon fotók a kirándulásról, osztály életről, ballagásról, iskolaköpenyek, osztálynaplók, bizonyítványok idézik a múltat. Nagy táblák grafikonjai lehet nyomon követni az iskola tanári és tanulói létszámát, régi tankönyvek és íróeszközök, amiknek láttán sokakban felébredhetnek az általános iskolai évek emlékei. A kiállítási anyag január 12-ig látható az iskola első emeletén.